előadásomba a gyakorlati tapasztalataimat fogom elmondani, mint gyakorló fogorvos, a guide surgery-vel, tehát a sebészi sablonnal végzett implantátum beültetésről szerzett tapasztalataimat. Magában az előadásban, az előadás elején egy picit taglalni fogom, hogy mi a különbség a 2D-s hagyományos panorámaröntgenen tervezett implantátum beültetés és a modern technológiákkal végzett 3D implantátum beültetés között, tehát amikor CT-fogászati CT-felvétel segítségével tervezzük meg, azon tervezzük meg előre az implantátumnak a pozícióit, majd ezeket a pozíciókat egy sablon segítségével visszük át szájba, és azon keresztül történik az implantátum beültetés. Picit be fogom mutatni azokat a CT rendszereket, amikkel mi kapcsolatba kerültünk, azokkal a tervező szoftverekkel szintén, amikkel kapcsolatba kerültünk, valamint be fogok mutatni néhány guide sebészeti sablont, amit a praxis során és a gyakorlatunk során megismertünk, és abból választottunk ki egy rendszert, amit használunk, és amelynek a tapasztalatait én be fogom mutatni. Az előadásnak talán annyi lesz az érdekessége, vagy talán a hasznossága a hallgatóság részéről, hogy a tanulási folyamatunk során csak is a hibákat fogom elmondani, azt, hogy milyen hibáink voltak rögtön a tervezéstől elkezdődően, a sablon gyártását követően, az implantátum pozicionálásán keresztül, az implantátum sablonon keresztül történő becsavarásával, és ezeknek a lépéseknek minden egyes fázisába, hogy hogyan tanultuk, hogyan léptünk előre, és milyen hibákat követtünk el, és próbálom majd az előadás során minél több illusztrációval, minél több fotódokumentációval bemutatni, hogy ezeken a buktatókon hogyan mentünk keresztül, ezzel is segítve azokat, akik esetleg a későbbiekben szeretnének, vagy gondolkoznak azon, hogy ilyen digitális technológiával, sebészeti sablon használatával történő implantációba belefogjanak, azoknak talán egy kis gyakorlati tapasztalatot fogok átadni, vagy továbbadni.